Toncs Péter számára mit jelent az, hogy tanítványa Karakas Hedvig lett az év női sportolója a 2020-as, sajnos a koronavírus által meghatározott és teljesen befolyásolt évben, amikor Hédinek sikerült Európa-bajnoki aranyérmet szerezni pályafutása során először, amikor elhalasztották az olimpiát, és hát Toncs Péter is ott volt az év edzői között az első 10-ben, 6. lettél. Igen, hát mindenképpen egy hatalmas elismerés és nagyon jó érzés. Igen, ez egy csonka év volt, nyilván vannak olyan évek, ahol egy Európa-bajnoki arannyal nem nagyon lehet labdába rúgni, de hát jelen helyzetben ez volt, és a Hédi a maximumot kihozta ebből az évből. Azért év elején ő szerzett egy bronzérmet rögtön Tel Avivba, itt év végén a Grand Slam-en bronzérmes lett, illetve megnyerte az Európa-bajnokságot, tehát nem csak egy Európa-bajnoki aranyérem volt a neve mellett, hanem két nagy nemzetközi versenyérem is. Itt lehet azt mondani, hogy kihozta ebből az évből a maximumot, rengeteget dolgozott, és ennek meg lett a gyümölcse. Hédi azt nyilatkozta, amikor átvette a díjat, hogy azért is mond neked köszönetet, mert hogy el tudtad viselni. Tehát egyrészt ott álltál mindig mögötte, akkor is, amikor ő mondjuk hisztizett. Ez nagyon meglepett, mert róla sok mindent el tudok képzelni, csak azt nem, hogy hisztizni is szokott. Lehet, hogy ez nagyon régen volt már. Itt a hiszti az nem egy ilyen klasszikus értelemben vett női hisztit kell elképzelni, hanem ugye nekem az a dolgom, hogy nap mint nap a tűrés határa elzavarjam őt, és kihozzam belőle a maximumot minden körülmények között. Nyilvánvalóan ez sok esetben konfliktusokkal jár, hát senki sem szeret meghalni. Nyilván ő egy speciális versenyzés, nagyon szeret és igényli is a kemény munkát, de azért vannak olyan pillanatok, amikor nála is elszakad a cérna, hát ilyenkor ezt ügyesen és megfelelően kell kezelni, és én igyekszem is, talán jól is működik. Karakas Hedviget 2012 óta, a londoni olimpiai 5. helyezés óta edzed, akkor vetted át vele a Honvédban a munkát. A lényeg az, hogy hogyan lehet folyamatosan a motivációt azóta benne tartani, még ha nagyon jó adottságai is vannak Karakas Hedvignek, aki már 19 évesen, amikor berobbant a felnőttek közé, 2009-ben felnőtt VB bronzérmet szerzett, sőt EB bronzérmet, de aztán ugye sokat kellett várni például a londoni 5. helyre, és most az idei Európa-bajnoki aranyéremre. Hát ebben szerencsés vagyok, mert nagyon-nagyon szereti a sportágat, nagyon szeret versenyezni, és nagyon szeretné a céljait elérni, tehát különösebben motivációs problémák nincsenek. Az előbb említett pillanatokon kívül, amikor elfárad, vagy amikor azért tényleg több kudarc összejön, akkor az el kell kezelni egy kis időnek, hogy talpra álljon és tudjon ugyanolyan elánnal tovább dolgozni a céljaiért, de nála ez egy önműködő folyamat, tehát én nekem ebből olyan nagyon sok dolgom nincs, nyilván bátorítom, segítem, amiben tudom, és ez elég is ahhoz, hogy ő kitartóan haladjon előre, és dolgozzon minél keményebben, hogy megvalósuljanak a céljai. A 2009 utáni időszakban őt azért nagyon-nagyon sok sérülés hátráltatta, és amikor elkezdtünk együtt dolgozni 12-től, akkor hát a jó számom 5 elég komoly műtéten esett át így az évek során. Fokozatosan rendbe kellett hozni, ezek ilyen hozott sérülések voltak, nem volt a vállában szallag, kiugrott, nem volt a térdében, nem volt a bokájában. Tehát elég sok mindent helyre kellett hozni, és ezek a sérülések, ezek a műtétek, ezek azért megtörték a pályafutását többször is, és ezekből mindig talpra kellett állni, de azért emellett bezsákolt egy olimpiai 5., egy olimpiai 7. helyett, világbajnokságon 7. volt, szerzett EB ezüstérmet, rengeteg Grand Prix, Grand Slam érmet, tehát azért ő mindig ott volt az élmezőnyben. Most lekopogom egy huzamosabb ideje, sérülésmentesen tudunk készülni és dolgozni. Talán ennek is köszönhető, hogy meg tudta szerezni ezt az Európa-bajnoki aranyérmet. Nem csak Karakas Hedvig és a Honvéd edzője vagy, hanem a női válogatott szövetségi kapitánya is. Ebben a csapatban tokiói szemüvegen át benne lehet egy érem, vagy akár több is. Karakas Hedvig mögött még kik jöhetnek szóba. Pupuréka most a Mesterek tornáján Dohában 5. lett, ez nagyon erős verseny volt. Igen, ez a dohai verseny, ez nagyon erős verseny volt, és nagyon sok pontot adott. Ennek az 5. helynek köszönhetően a Réka visszakapaszkodott a direkt kvalifikációba, tehát eddig ugye kontinentális kvótán volt, most megint a direkt kvalifikáltak között van.
Hát nem könnyű a helyzet, mert Csernovickijának elszakadt a térszalag, őt megműtötték, hát az nagyjából egy fél éves kihagyást jelent, tehát valamikor az olimpia előtt egy-két hónappal fog ő szőnyegre kerülni. Nehéz, de hát ahogy ismerem, mindent el fog követni, hogy jó állapotba térjen vissza a szőnyegre. Ugye a Réka most a direkt kvalifikáltak között van, van még fél év az olimpiáig. Én most úgy látom, hogy egy kicsit sikerült az elmúlt időszak sikertelenségi szériát megszakítani, és egy kicsit talán más gondolatokkal, más taktikával állt a szőnyegre, és ez be is jött, ez kifizetődő lehet. Ugye ott van Hédi, mert egy súlycsoportok szerint megyek, Hédi a következő, aki most jelen pillanatban talán a legerősebb tagja a női válogatottnak, tőle lehet várni érmet az olimpián. Illetve Özbas Szofi 63 kilóban nagyon fiatal, de nagyon tehetséges versenyző, aki már megmutatta a felnőttek között is az oroszlán körmeit, és akár ő lehet meglepetés ember az olimpián, ő is direkt kvalifikáltak között van. Bár most ugye pont nem sikerült valamit fényesen ez a nagyon erős mesterek tornája. Szofinál még azért az, hogy nagyon fiatal, kell a rutin, talán még hiányzik is, az mennyire befolyásolja az ő szereplését, figyelembe véve, hogy volt klubváltása, és hát jelen pillanatban ugye a gyulaiakhoz tartozik, az ottani judósokhoz, de hát a Honvédban épp veletek edz. Igen, nálunk edz, nagyon motivált és nagyon jó alapanyag, jó vele dolgozni. Pontosan ez a kis tapasztalatlansága nyomta meg talán ezen a Masters-en, hogy nem tudta előrébb menni, hát ez egy nagyon jó szlovén lánytól kapott ki, aki harmadik is lett a végén, és a meccset többször visszanéztem, hát igazából magát verte meg. Ha egy kicsit kicsit több tapasztalattal rendelkezik, akkor szerintem túlment volna ezen a versenyen is. Amúgy pedig ez a frissessége, fiatalsága, meg az, hogy nem ismerik annyira, ez egyébként előny is lehet az olimpián, hogyha ki tud úgy menni, hogy ez egy örömünnep, és oda teszi magát a szőnyegre, szívből, lélekkel, nem törődik a következményekkel, nincs rajta nagy teher, akkor ő meglepetést tud okozni. Hédivel kezdtük, fejezzük is be vele. Hédinél ez hogyan nyilvánulhat meg? Tehát, hogy ne az legyen, hogy mondjuk Tokióban görcsösség legyen, azzal azért nem lehet sikeres egy sportoló. Sokat dolgoztunk ezen, és sokat beszélgettünk róla, hogy vajon miért ilyen esetleges az Európa-bajnokságon vagy nagyvilágversenyeken a teljesítménye, holott minden adott lenne ahhoz, hogy érmeket szerezzen ezeken a versenyeken, és talán idén ebbe sikerült a legnagyobbat előre lépni, hogy nem úgy nézi ezeket a versenyeket, mint az életében adódó egyetlen nagy lehetőség, és minden ezen múlik, hanem egész egyszerűen, mint a ráébredt volna, hogy ez az életének egy kis része, ami nagyon fontos, bár de nem az egész életét jelenti, és nem minden ezen múlik, tehát nagyon sok olyan fontos dolog van az életében, amit csinálni kell, amivel foglalkozni kell, és itt is, hogyha ő lelkiismeretesen felkészül, és lelkiismeretesen dolgozik, akkor egyszerűen nincs mit tenni, vagy a kockájában vetve, oda kell menni, és dolgozni kell, és megpróbálni a legjobb teljesítményt kihozni magából, és hogyha nincs rajta ez a feszült görcsösség, hogy már pedig itt mindenképpen teljesítenem kell, akkor szerintem előrébb is tud lépni, és most ez az EB-n be is jött, már a Grand Slam-en is így versenyzett, és most is nap mint nap azt látom, hogy kiegyensúlyozott és nyugodt, és nem görcsöl azon, hogy mi lesz fél év múlva, vagy mi lesz a következő versenyen, hanem csak teszi a dolgát, oda megy, és akkor kvázi megünnepli a felkészülést egy versennyel.